Egynapos versenyek egész alatt tűnt el a járványhelyzet, de még inkább a fogadhajtó sport egyre nehezebb anyagi helyzete miatt. Áldoznának többet is a hátország, a C és a D kategória képviselői hobbiukra, közülük jó néhányan lótenyésztők vagy azokhoz közel állók is, de egyelőre saját büdzséjükből nem tehetik meg ezt. Dilemmába kerültek a versenyszervezők is országszerte. Éppen ezért örvendetes, hogy a Tolnamözsi Lovasklub nem adta fel versenyszervezési ambícióit ebben a nehéz helyzetben sem. Kétnapos versenyt rendeztek az elmúlt hétvégén. Az akadályhajtás az első napon kétfordulós volt, a következő napon pedig a mostanság terjedő, a maratonhajtást és az akadályhajtást közös nevezőre hozó úgynevezett kombinált versenyszámban rendeztek futamokat. Visszatérve az első napra, szerepelt a programban az úgynevezett vadászhajtás is. Már-már úgy érezhette magát a versenyző és a néző is, mint annó a 2000-es évek elején, illetve a később is megtartott háromnapos tolnamözsi lovasnapokon. Igen, ennek van egy hagyománya, ugye 2002-től ilyen egynapos versenyeket rendeztünk, ami a mai formátumú verseny is. Ugye 2008-ban megindult egy tradíció, egy új pályaépítés, egy új hagyomány itt a mözsi lovasnapokon, és ugye lettek háromnapos versenyek. Most azok ugye elég nehéz ezeket összeszervezni, meg nehéz az egészet lekoordinálni, de tehát kettő naposra egyelőre úgy érzem, hogy van kapacitásunk, ezért is csináljuk a két látványos versenyszámot két napban, ugye a maraton és az akadályhajtás zajlik itt a szombat és a vasárnapi napon. A C és a D kategóriás hajtóknak egy változatos, gyorsításokra is alkalmas, összességében nem könnyű terepen kellett, hogy vegyék az akadályokat, amelyekből némelyik legtöbb versenyzőnek bizony feladta a leckét, erre a verőhibák száma is rámutatott a hagyományos akadályhajtás versenyszámban. De vissza volt még az akadályhajtás követően a vadászhajtás, ahol lehetett javítani, és vannak olyan fogadhajtók, akik ebben a versenyszámban, ahol könnyebb a pálya, nagyobb tempót lehet diktálni a lovaknak, nos ebben jók ők igazán. A második napra maradt a meglepetés versenyszám, az úgynevezett kombinált hajtás, amely egyre népszerűbb a fogadhajtók körében, no és a közönség is kedveli. Ami lényegében a maratonhajtás és az akadályhajtás közös nevezőre hozása, ami még pörgősebbé teszi a fogadhajtást, és látványelemekben is talán gazdagabb. Kombinált hajtás egy nagyon érdekes versenyszám, ezt a téli fedett pályás versenyekről vették át, és csináltak neki egy szabadtéri szabályzatot is, és ez úgy adódik össze, hogy maratonakadály, mind a háromnapos versenyeken, tehát fix maratonakadályok ugyanúgy felbetűzve, csak nincs úgy, hogy minden akadályból kijövünk szakaszra, hanem ugyanúgy be vannak építve a sejbák a pályára, mellette a maratonakadályok. Tehát ez egy 12-16 akadályos pálya, pályaépítőn függ ez az egész. Kettő darab maratonakadály van ebben az egészben, ugyanúgy A-tól F kapuig kell teljesíteni, és a 10 sejba pár ott az adott, és a szín, tehát a legjobb idő, legkevesebb hiba pont nyer, és ez a nézők számára is egy igen-igen látványos hajtás magában, ott mikor a maratonba forognak a lovak, ott gyors is, lendület is van, a kocsi is sodródik, tehát ott tényleg minden olyan, ami látvány, abban benne van. Ez volt az a versenyszám, amelyben Tolna megyei hajtó is felállhatott a dobogóra. Az akadályhajtásban az összetettben 17. helyen végzett tolnamözsi hajtó Cseh László ígéretje szíven a kombinált számban kivágta a rezet. Az utolsó pillanatig harcban volt az elsőségért a kiskumajsai Cakó Attilával, csak egészen kis különbséggel lemaradva tőle lett ezüstérmes ebben a versenyszámban, amire, mint elmondta, nagy súlyt fektet a későbbiek során is.